megérkezett, te jó! A legeslegújabb kis földlakó. Szeretettel köszöntünk, ha-ho! Légy üdvözölve, kedves kis lakó! Embernek születtél meg, hát neves! Sokat utaztál, hogy itt lehess. Ez a tested lesz most majd az űrhajó. Hát tapasztald meg, mi mindenre jó. Egyél igyál, játszál jó sokat. Én vidáman szeress másokat. Ha-ho, ha-ho, kedves földlakó. Száll az antennára, és a szél levelet visz körbe. De jó, hogy megjöttél a földre, és ha már megszülettél, megérkeztél, de jó. Itt a földön sok minden marha jó. Tudod, az emberek többnyire kedvesek, és mindenki majd nem mindenkit szeret. Hey, a nap oda süt a házra, matárka száll az antennára, és a szél levelet visz. Refréneket nem fogom felolvasni, csak a főszöveget. Azt hiszem nekem a holdon volna jó, a lenti zaj itt még nem hallható. Sehol egy föld, sem marslakó. Volna azért ezzel egy kis meló. Fölvinnék földet, leget, az eget, néhány embert, az embereimet, pár nem való, bár valóságos tételt, holdó söröket, némi nemű ételt, környezetet, környezet szennyezést, mindenféle szírszalból egy kevést. Itt jól odasüthetek bármit, ha csúfú leégek, se számít, csak a hülyeségeket beszélek. Amíg meghalok, boldogan élek. Azt hiszem nekem holdon volna jó, a lenti zajt még nem hallható. Sehol egy föld, se egy mars lakó. Környezetet,
tettek bármit, a csúfú leégek se számít, ha csak hülyeségeket beszélek, amíg meghalok boldogan élek. Itt jó, oda süthettek bármit, a csúfú leégek se számít, ha csak hülyeségeket beszélek, amíg meghalok, boldogan élek. Ahú. És most az a variáció jön, hogy én felolvasok egy verset, amit a János megzenésített, de még előtte műsoron kívül nem bírom megállni, hogy egy másikat ne olvassak fel. Kicsit visszaélve mindenki türelmével. Az a cím, hogy Hallgat, szépen ül. Hallgat, szépen ül. 25 vagy 30 vagy 35 nem fizető néző néznek, hallgat, ül, leveszi a kabátját, nem veszi le a kabátját. Az első két sor üres, a harmadikban egy nő magában, leghátul nagy kabátban egy másik. Látszik rajta, hogy csak betévet melegedni, vagy van pogácsa, de nincs pogácsa. Ez nem olyan rendezvény, hanem költői est. 21 néhányan mindig mindenhol összejönnek, valahonnan tudják, ki tudódik, ki van írva. Bár én nem látom hová, pedig van plakát, készült plakát is, lesz honorárium, és van, aki bevezeti a költőt. Világítás is van, nem túl erős kivilágítás, meleg van, fűtést biztosítottak, még mikrofont is biztosítanak, ha kell, de nem kell. A költészet fontos dolog, szép dolog. Felolvasom a verseimet, nekem is jó, nekem jó. Tényleg jó, szeretek felolvasni, szeretem a verseimet felolvasni, meg prózát, és utána beszélgetünk, ez egy ilyen. Kérdeznek, felállsz 25 plusz áfáért. 10 plusz áfa, vagy van, hogy 40 plusz áfa, vagy 50 bruttó, vagy 2-5000 forintos vásárlási utalvány. Miért írok? Hogy kezdtem el írni? Most mind dolgozom? Meg lehet-e élni a költészetből? Nem lehet. Közben hárman elmentek. Előbb kettő, aztán még valaki. Van két helyes csaj, azok maradnak. Bejön egy lény, a piros pulcsi van rajtam, direkt nem borotválkoztam, nem volt időm borotválkozni, mondok egy viccesebbet, nevetnek ahol kell, a csajok is nevetnek, ha jól látom, télen is vannak, úgy látszik legyek. Közben most veszem észre, elmentek a csajok. Legalábbis az egyik. De nem, mind a kettő. Ez műsorok kívül volt, és most jön az a az a